Egészen január 5-ig láthatták a pécsiek és az utazók ezt a kivilágított vonatszerelvényt a vasútállomáson. A gőzmozdony feldíszítéséről a MÁV helyi kollégái gondoskodtak, hogy így vigyenek vidámságot az ünnepi időszak mindennapjaiba. Ennek a 275-ös sorozatszámú gőzmozdonynak a feldíszítését az én munkatársaim a pécsi erősáram dolgozói végezték. Hatan díszítették fel a mozdonyt körülbelül egy munkanap alatt. Erre a mozdonyra összesen 15 darab fényfüzér került, és 3900 izzó világít rajta. A mozdonyról ugyan lekerültek a díszek, de más érdekes látnivalóval is szolgált a vasúttársaság. A téli szünet ideje alatt és még néhány napig az érdeklődők betekintést nyerhetnek a központi forgalomirányítási központ, azaz a köfi működésébe. A Szabadság utca 39 szám alatt már 110 éve álló épületben minden nap komoly munka folyik. A Pusztaszabolcs és Dombóvár közötti 111 kilométeres szakaszt vezérlik innen, illetve a Pécs és Dombóvár vonalon lévő hat állomás közötti közlekedést tápezérlik. Ezt a pécsi köfit látogathatták meg a vasútbarátok, a vasút szerelmesei. Volt egy 12 éves kisfiú, aki két alkalommal is eljött a nagymamájával és az anyukájával a köfibe, és nem tudott betelni az egész rendszernek a működésével. Nagyon tetszett neki, hogy a központban mennyi mindent tudnak az én munkatársaim vezérelni, távvezérelni, felügyelni. A látogatókat elsősorban a valós idejű vonatközlekedés és utastájékoztatás követése érdekelte. Bár a szerelvények közlekedését automata rendszerek végzik, egy-egy váratlan eseményt az ott dolgozó szakemberek vesznek irányításuk alá.